Dr. Háfra Judit neurológus vissza is tért hozzánk, és ugye a fejfájás volt a téma, és hát gondolom én, mivel ugye a beszélgetésünk legelején erről tettünk is említést, hogy a lakosság közel 90%-át érinti valamilyen formában a fejfájás, tehát gondolom én, hogy nagyon sok kérdést érkezett. Melyek voltak a legtipikusabbak? Lehet-e egyáltalán tipikus fejfájásról beszélni? Vagy olyan problémáról, amivel kapcsolatban érkeztek? Olyannal nem, ami gyakori. Tehát volt egy, amiről nem esett szó, hogy gyerekkorban kezdődik, tehát ilyen 6-7 éves korban, és hogy kinőhető-e a migrén. Ugye itt két lányról volt szó, aki most már felnőtt nő. Valóban van erre esély, de ez inkább a fiúknál. Tehát akik lányok, ugye ők elkezdenek menstruálni, és sajnos a hormonális változások azok gyakran kiváltják a migrént, úgyhogy őnáluk ez kevésbé valószínű. Ehhez kapcsolódik az is, hogy ugye a női lét, ugye a migrén az eleve nőkben, a 20 és 50 közötti nőkben minden negyedik, ötödik nőt érint, ugye a gyermekvállalás, terhesség, szülés időszaka, hogy az is előkerült, hogy ebben az időszakban megszűnik, de utána újra kezdődik, és akkor ugye egy picit nehezebb helyzet van, mert amíg a szoptatás zajlik, addig ugye nem nagyon lehet mit tenni, tehát addig gyógyszeres kezelésnek a lehetőségei igencsak korlátozottak. Nyilván a terhesség alatt is volt egy telefonáló, akinek azt javasoltam, hogy már a szoptatás vége felé tart, hogy akkor azt már várja meg, és utána viszont irány a fejfájás ambulancia. Ugye gyakori, amiről beszéltünk, és a fájdalomcsillapító szedés, többen telefonáltak ilyen dologgal, hogy bizony ő nagyon sok fájdalomcsillapítót szed naponta, többet is, hogy ezzel ugye hogyan lépjen tovább, és hát az megint csak, hogy mikor forduljunk orvoshoz, hogy volt egy hangi alapján idősebb hölgy, aki elesett, és utána kezdődött a korábbiaktól eltérő fejfájás, ugye beütötte a fejét. Ez egy olyan helyzet, amikor menni kell az orvoshoz mindenképpen. Az, hogy hol fáj a fejünk, annak van-e jelentősége? Van. Vannak olyan fejfájás formák, amik kizárólag például itt a szem körül vannak, tehát annak van jelentősége, hogy hol fáj. Van egy olyan nem ritka fejfájás, ami a fejbőr érzőidegének a bántalma, ami ugye csak fél oldalon lehet, innen a tarkótól a szemig sugárzik el, tehát ennek van jelentősége, annak is, hogy hogyan fáj, hogy az most tompán nyom, vagy lüktet, görcsöl, hasogat. Ezt és mi egyetemben felismerjük, hogy most szúr, lüktet, hasogat? Vagy azért ezt föl lehet ismerni. Tehát mondjuk azt mindenképpen, hogy egy állandó fájdalomról van szó, vagy pedig abban vannak változások. Ezeket érdemes megfigyelni, mert hogyha valaki például elmegy fejfájás ambulanciára, ezek azok az információk, amikből az orvos megállapítja, hogy neki milyen fejfájása van, semmi olyan vizsgálat nincs, ami nekem ebben segít. Ha valaki úgy jön el minden második kérdésre, az a válasz, hogy nem tudom, hát annak a végén én se tudom, tehát az úgy nehéz. Nehéz segíteni. Doktornő, nagyon szépen köszönjük a válaszokat a nézők nevében is, és hát ugye akkor ami fontos tanulság az, hogy menjünk házi orvoshoz, hogyha úgy ítéljük meg, hogy már eltér a megszokottól a fejfájás, vagy pedig a fejfájás ambulancián keresünk. Szépen.